Ha valakinek fedezi a biztosítása, akár fűszoknyás lányokkal is koktélozhat, miközben egy-egy vizsgálatra vár. Ilyen idillinek látja a privatizált egészségügyet Márki-Zay Péter. A baloldal miniszterelnök jelöltje azt viszont már nem szemléltette, hogy mi várna azokra, akik nem tudnák megfizetni a méregdrága biztosítást. A magánkézbe adott egészségügy ötlete nem új. Hiába bukott bele 2010 előtt a baloldal a hasonló kezdeményezésekbe, Gyurcsány Ferencék ma is ragaszkodnak az üzleti alapú ellátások rendszeréhez és a privatizációhoz. Hogyha olcsóbban, egy magáncég olcsóban tudja biztosítani jobb minőségben nem csak a vese állomások működtetését, hanem bármi mást, képalkotó vizsgálatokat például, mindenkinek az az érdeke, hogy ez így legyen. Az amerikai Egyesült Államokban működő egészségügyi rendszer előnyeit ecsetelte tavaly novemberben egy Gárdonyban tartott lakossági fórumán Márki-Zay Péter. A baloldal miniszterelnök jelöltje hallgatóságának azt ecsetelte, hogy szerinte miért is jó a fizetős ellátás. Egy üzleti vállalkozó, ha kell, akkor fűszoknyás lányok mohítót szolgálnak fel, hogyha valakinek a biztosítása vagy a saját pénztárcája azt is fedezi, de hogy normális szolgáltatást nyújtva szinte azonnal tudnak időpontokat adni, és nagyon gyorsan elvégzik ezt a vizsgálatot, az garantált. És ez Magyarországon is működne. Márki-Zay a magánszolgáltatók bevonása melletti érvként hozta fel azt is, hogy ő maga a várandos feleségével szinte azonnal kaptak időpontot, és gyorsan elvégezték náluk a szükséges vizsgálatokat. Arról azonban nem beszélt, hogy ha valakinek nincs méregdrága biztosítása, akkor gyakorlatilag megfelelő ellátást sem kap. A beteg látja, hogy mennyibe kerül az ő gyógyítás. A számlát fog kapni az egész egészségügy rendszerében. Az egészségügy privatizálása korábban a Liberális Szabad Demokraták Szövetségének volt a programja, amivel Gyurcsány Ferenc szocialista miniszterelnökként teljesen azonosult. Márki-Zay Péter ugyanezt a szemléletet képviseli, amikor drasztikus privatizációt és üzleti alapú egészségügyet szorgalmaz. Olyan nincs, hogy ingyenes egészségügy. Álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet, az egy illúzió, hangoztatta a baloldal közös miniszterelnök jelöltje. Egy tavalyi interjúban a Pilvax esteket moderáló volt Jobbik elnök Vona Gábor kérdésére. Őszintén szóval nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, mint hogyha nem üzlet, mert ahol nem üzlet, ott tönkrementek. Márki-Zay Péter ezután a magyar viszonyokat az afrikai állapotokhoz próbálta hasonlítani. Afrikában találták azt, hogy azok a rendszerek, ahol ingyenes egészségügy volt, ott borzasztó rossz állapotok voltak, haltak meg az emberek és a többi. Ahol fizetős egészségügyet vezettek be, ott viszont jól működött. Olyan, a Márki-Zay Péter egy másik világban lenne. A baloldal miniszterelnök jelöltjének kijelentései azt erősítik, hogy nem a valóság talaján áll Deák Dániel szerint. A 21. század intézet vezető elemzője az M1-en azt mondta, Márki-Zay Péter ugyanazt a logikát követi az egészségügyet érintő kérdésekben, mint amit a baloldal 2010 előtt akart megvalósítani. Vagyis üzleti alapon biztosítanák a betegellátást. Ezt a típusú gondolkodásmódot, ezt a neoliberális politikát akár az egészségügy területén elutasítják a magyarok, tehát volt egy népszavazás is például ugye a kórházi napi díjról és a vizitdíjról, ahol a magyar választópolgároknak a túlnyomó többsége azt mondta, hogy ebből nem szeretne kérni, és egyáltalán nem szeretné azt, hogy a kórházakat privatizálják, és az egészségügy az üzlet legyen. A Magyar Nemzet arra emlékezett, 2006-ot követően GDP arányosan az egészségügy minden idők egyik legnagyobb forrás kivonását szenvedte el. A baloldal kormányzása alatt több mint 650 milliárd forintot vont ki az egészségügyből. A közvetlen betegellátásból megközelítőleg 250 milliárd forintot, az egészségbiztosítási alapból pedig majdnem 400 milliárd forintot vettek el.